A Tekető nézegesítében Berlinben vagyunk, ahol az új Bebop 2 Don't látjuk, ami most egy kicsit más színben van itt megdesignolva, fehér-feketében kapható, és különben itt hátul még látjuk, hogy van új kontroller is hozzá, ami hasonló, mint a régi. Különben, ahogy látjuk, itt alul még mindig 14 megapixeles a kamera, ami azt jelenti, hogy Full HD-ban tudunk videókat forgatni, sajnos csak, de jó a stabilizáció, elvileg az van ide rájava, és nagyobb is lett az aksia, 25 percig tud most már repülni. Könnyebb is kivenni, ha megfordítjuk az egészet, hátulról látjuk majd, hogy hasonló maradt hátulról a dizájn is, mert továbbiakra itt USB-be tudunk csatlakozni, világít hátul pirosan, hogy könnyebben lehet látni, hogy hol van az eleje meg a hátulja, és a propellerek itt még mindig jó puhák és könnyen cserélhetőek, de sajnos persze relatív hamar tönkre is mennek. 550 euróért lehet ezt majd kapni, mindjárt repülünk is vele a második részben, egyelőre először még megmutatom nekik a kontrollert, ami igazából ugyanúgy néz ki, mint az előző generáció, méghozzá ugyanazok a gombok vannak, és ugyanott igazából minden, csak kicsit megváltoztatták persze azt, hogy lehet most már programozni a gombokat is, hogyha nem tetszik nekünk úgy, ahogy ez itt be van programozva, akkor meg is lehet fordítani itt a gombokat, hogy melyik mit csinál. Kicsit stabilabban tartja most már itt a táblagépeket benne, plusz persze az aksit hátul, ugyanaz, mint az új Perodrónában, ami 25 percet bírja a Bebop 2-ben, úgyhogy még mindig kompatibilis egymás közt. Úgyhogy hát ennyi is volt itt az első rész, menjünk kicsit repülgetni, aztán folytassuk további információval. Amit itt most látunk, hogy repül itt három drón is, látjátok, mint a hámat pislónak is, mert éppen most persze pont repülnek, és itt kontrollerrel lehet persze használni az egészet, vagy akár sima táblagéppel is, mint ahogy eddig, vagy mobiltelefonnal. Itt most éppen nincs a közelünkben egy, amit itt látunk még, hogy 3D szemüveggel is lehet használni, ahol nagyon szépen HDMI-vel így rá lehet így csatlakozni, és akkor látjuk majd azt, amit a 14 megapixeles kamera Full HD-ban felvesz. Persze csak HD-ban lesz igazából, de nagyon szépen látjuk, hogy szépen, egyenesen, simán tud repülni itt ez a drón, akár 60 km per órás szélben is még egy helyben tudna megállni, onnantól kezdve már nagyon lent fog repülni, és nagyon ségen áll, és nehéz majd videózni, de nem fog csak úgy simán rossz időben is elrepülni. Hát ennyi is volt a rövid bemutató, köszönben néztetek, nevem Gábor Lázs, ez volt a Parrot Bebop dróna itt Berlinből, köszönben néztetek, ne felejtsetek feliratkozni a YouTube csatornánkra.